Mindenkit, én is azt hittem, hogy... Szóval engem Fülöp Ádámnak hívnak, és úgy itt van Minkó Krisztián is az egyik csapattársunk. És mi a Glavai nevű kesztyűt készítettük, ami egy olyan kesztyű, amivel vakok és gyengéllátók tudnak bármilyen nyomtatott, vagy látható, szemmel látható, akár papíron, akár egy tablet felületén, vagy egy táblán szöveget elolvasni úgy, mintha az braille írással lenne írva. Hogy ez miért láttuk úgy, hogy ez probléma, az, hogy jelenleg a braille-t nagyon kevesen olvasnak, aminek az egyik fő oka az, hogy igazán nincs is értelme vagyok számára megtanulni braille-t olvasni, mivel ami nem braille könyv, az kb. Csak ilyen milliós nagyságrendű számítógéphez köthető olvasókkal állt rendelkezésükre. Illetve ugye ez az, amiről beszéltem, ez a számítógépes olvasó. Az MIT-n dolgoznak egy hasonlón, ami ugyanolyan, hogy egy lapra rátesszük, és akkor ott a tetején kidudorodnak braille-írásba az írás, a betűk. Készül egy braille tablet is, ami jelenleg csak ilyen koncepció szinten van fejlesztés alatt, illetve most ez a Dot Watch jelent meg, ami egy braille okos óra vakok és gyengéllátók számára. És akkor amivel mi előálltunk, ez a kesztyű, ami egy olyan hordozható eszközt szerettünk volna létrehozni, ami bárhol ott lehet a vak embernél, és hogyha úgy van, akkor a telefonja segítségével azt tudja használni, lefotózhatja a szöveget, és már olvashatja is beleírásként. És amellett, hogy olvashat, még meg is tanítja, tehát egy ilyen tanító funkciót is beletettünk, pont amiatt, hogy jelenleg nagyon kevesen, körülbelül 10%-ig olvas braille-t. Ezért az alkalmazásnak van egy talkback funkciója is, tehát ahogy olvassa a szöveget a vak felhasználó, amit érez az ujjában betűt, azt a telefon fel is olvashatja egyből. Így néz ki a kesztyűnek az úgymond agya. Az egész kesztyűnek a mutató alá eső része ez, ami látható a képen. Ott vannak a kis tüskék, egy braille karakter, ugye 6 kis tüskéből áll. 1080-ban, hogy ilyen kiterjesztett, 850-ban, hogy kiterjesztett braille-t is lehessen használni. És akkor ahogy a felhasználó húzza az ujját a szövegen, legyen az konkrétan a szövegen, vagy akár mellett is, mert egy görgő van rajta, a kis tüskék folyamatosan máshol úgymond szórogatják a felhasználó ujját, és így olyan élményt kaphat, mint hogyha egy braille szöveget olvasna. Az egészhez tartozik egy ilyen kis fekete doboz, majd a végén meg lehet nézni, ki lehet próbálni azt, hogy a prototípus, amit majd szeretnénk beépíteni ebbe a kék kis dobozkába, ami jelenleg a Bluetooth kommunikációt valósítja meg, illetve vezérli a tüskéket. És csináltak egy mobil alkalmazást hozzá, amivel ugye a szöveget lehet befotózni és feldolgozni az egészet, tehát ilyen képfelismeréssel a képen látható szöveget, ez alakítja valóban szövegé. Az egész egy ilyen jelenleg egy nagyon azburos architektúrával rendelkezik, még egy prototípus szintjén. A kliens az Unity-ben készült, van hozzá egy ilyen nagyon alapvető azburos backendünk, aminek a Microsoft Cognitive Services-t használjuk képfelismerésre. Van egy Cosmos DB-nk, ami egy adatbázis, ilyen alapvető funkciókhoz, illetve folyamatosan mérjük a használatot Event Hubs-zal, hogy lássuk, hogy milyen hosszan olvasnak a felhasználók, mennyire gyorsan, mennyit hibáznak, stb. Látható a különböző lépései a prototípusnak, így a kínai pálcikás Terminátor kesztyűtől jutottunk el, egy egészen mondhatni kind of esztétikus, 3D nyomtatottokkal rendelkező prototípusig. Ezt körülbelül fél év alatt jutottunk el a legelsőtől a mostani állapotig. Ami még hasonló ilyesmi készült a múltban, az egyik egy orosz fejlesztő, ez a Braille, ami nagyon hasonló volt a koncepció, mint a miénk, de ez csak egy ilyen pet project volt és elhalt, ez körülbelül 10-15 évvel ezelőtt volt. A másik pedig ez az Optacon nevezetű dolog, ami látható az, hogy a könyvre rátéve azt a pálcát, ott a bal oldal kidudorodott a megfelelő betű, ami a probléma ezzel az volt, hogy egyrészt nagyon nehéz volt megtanulni használni, másrészt pedig ez ugye nem braille-t használt, hanem tényleg egy abetű forma dudorodott ki abból a dologból, amikor egy abetű fölé vitte a pálcát, úgyhogy emiatt ez problémás volt. Ami jelenlegi innovációk, amik még vannak, az egyrészt a Microsoftnak az a Seeing AI nevű dolog, ami felolvas mindent, amiről fényképet készít, ezzel most jött ki Microsoft, illetve van ez a Be My Eyes alkalmazás, ami jóformán telefon képernyőt streamelheti egy másik felhasználónak, aki utána bemondja, hogy mi látható a képen.
És körülbelül ennyi, köszönöm szépen a figyelmet, és majd az előadásunk után szívesen megmutatjuk a prototípus is működés közben. Rengeteg kutatásom, ami azt mondja, hogy a Braille az olyan, mint az olvasás a látóknak. Mert gondolom, te is az audiokönyveknél jobban szeretsz, tehát el kell olvasni. Most elvileg ugye ez a különbség megvan a Braille és a felolvasás között a vakok és a látássérültek számára is. És ez még egészen vissza van vezetve ilyen tudományos szintre, hogy ez annak ugyanazt a területét stimulálja a Braille, mint a látóembernek az olvasás. Számít bármennyire, hogy milyen nyelven nyelv. Minimális eltérés van a nyelvek közötti Braille-ben, de ez nem kihívás, ez támogatni. Latin betűk. Latin betűkön kívül más meg. Amihez van Braille leképzés, azt meg tudjuk jeleníteni. Tehát, hogyha a kínai ABC-t valaki leképzítjük, akkor mi ezt bele tudjuk oldani. Mondod, hogy a kezdjük el, mint az Oculusnak a saját irányt, hogy egy kis pánt, ami a kézzel van, azzal lehetne az aksi, és egy Abszolút, mi is érezzük el a kesztyű egy kicsit redundáns. Ezt még ebből hogyan lábalunk ki, az még improvizált. Az alapfunkció, hogy is kell az osztályokat használni? Igen, mivel felhőben vagy a képfelismerés. Na, de csak szörről van a szóval? Hát igen, hogyha az is egy járható, hogy PDF-et felolvasol vele így, mint a leírás, akkor nem. Tehát abszolút az is cél, hogy népszerűbbé tegyük a Braille-t, amellett, hogy így értelmet is adunk annak, hogy valaki meg tudom érni. És 6 éves korunk már jól olvasni, ugye a 6-10 között tehát most 30 évesen még nem használ tért, mert audiobook és amúgy is drága és is nem tehát 30 évesen meg tudja tanulni, hogy ezt egy jó. Meg tudja tanulni, a kérdés inkább az, hogy meg akarja tanulni. És hogy mi, tehát hogy be tudja látni azt, hogy ez számára használ. Milyen sebességű a készülék, a jelenlegi prototípus, tehát hogy hány karakter tud felolvasni, felismerni, kiküldeni a kijelzőre a kijelzőre? A kijelző egyetlen egy karakter támogat egyszerre, és ugye itt folyamatosan, de akármekkora szöveget, ami egy képbe belefér, azt így be tudjuk tárolni, hogy ez nem kihívás, és a betűről betűre, ahogy húzod az ujjadat, hogy folyamatosan változik a karakter. És sebesség korlát inkább amiatt van, hogy csak egy Braille karakter van, nem kettő, és van, aki két ujjal olvas, vagy már előre olvasod az egyik kezével. És emiatt az ilyen 80% a tempója egy rendes Braille nyomtatott könyvhöz képest azt, amit ezzel a kesztyűvel el lehet érni. Köszönöm. Nem tudom, volt még. A sortartás mennyire van benne támogatva? Tehát mennyire részes az, hogy mondjuk elkezd lefelé húzni a sorokon? Igen, ez nagyon komoly probléma. Ezért úgy csináltuk meg, hogy egyrészt egy olyan is, hogy amire tényleg ráteszed az ujjad, azt érzed, másik pedig az, hogy mint folyószerű. Ha csak húzod, már egy görbül az aján, ha csak húzod ki szintesen, akkor sorfolytonosan kapod a szöveget pont emiatt. Hát szerintem még nagyon messze állunk attól ma, hogy így a könyvet teljesen be tudjuk felejteni. Tehát szerintem sokaknak még azért külön élményen könyvet olvas, hát nem tudom, hogy eddig nekem is a tapasztalatok. Egyébként egy Braille könyv, és egy tíz. Egy Braille könyv, azt hiszem a Braille Harry Potter az ilyen 90 dollár körül van, akik itt elolvastak. A mi kesztyűnk az szerintem kb. 70-80 ezer forint lesz. 100... Igen. 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 Körülbelül 100 látássérültet teszteltünk folyamatosan a fejlesztés során. Kb. Ilyen heti 2-3 alkalmunk volt, hogy ilyen 5-6 emberre leültünk. És akkor meg kipróbálhatták, megkérdeztük, hogy szerintük milyen, mit változtatnánk, használnánk, és ezt.
Ugye mi olyan emberekkel beszélgettünk, akik már tudtam zeneit olvasni, az volt számunkra izgalmas első körben, és nagyon lelkesek voltak túlnyomó rész. Még azok is, akik eleinte szkeptikusak voltak, miután kipróbálták, nagyon belelkesültek. Egy ilyen 5-10% volt az, aki nagyon fájlalta azt, hogy csak egy betű van, és stb. Utolsó gyors kérdés. Meg lehet valósítani a képet? Meg lehet, csak az nagyon sokat dolgok kezdj el. És mi egy ilyen olcsó, oldozható, elérhető terméket szerettünk már első körbe, de semmi akar elmincsenem, hogy két ilyen cellát tegyünk egymás mellé, akkor ugye át kell gondolni a koncepciót, hogy az nyilván nem egy újra fog esni. Köszönöm szépen!